Péter révén még mindig sok olyan utca van, amelyik nincs leaszfaltozva. A faluban a legtöbb lakos mezőgazdasággal foglalkozik, így a traktorok és a különböző mezőgazdasági gépek a földes utakat tönkreteszik. Ha pedig csapadékos az időjárás, szinte járhatatlanok ezek a szakaszok. Borzasztó, itten télen eljön az az idő, vagy az őszet, abszolút közlekedni, abszolút nem lehet. Olyan példa is volt, már nem is egyszer ki kellett mennünk autóba, kellett menni ilyen orvos, hogy valami úgy kellett traktorra, hogy kihúzzam az autót, hogy aztán menjünk tovább. Az emberek rákényszerültek arra, hogy hulladékkal, azaz cserepekkel, téglákkal töltsék fel az utakat. Ez viszont egyesek számára nagy erőfeszítésbe kerül, mint Baksa Károlynak, aki 16 évvel ezelőtt egy baleset által lett mozgássérült. Önállósodni szerettem volna, meg tudtam is, levizsgáztam, autót vettem, de sajnos, ahogy néz ki ez az utcánk, telet, azt nem nagyon szeretném várni, mert akkor be vagyok húzódva, mert nem bírok közlekedni. Nagyon nehezen, így sokszor segítenek a szomszédok, kitolnak, kihúznak, volt már, amikor járdán közlekedtem. Az illetékes közvállalat pályázott a Péter Évei Vladimir Názor utca leaszfaltozására. Az engedélyt már megkapták. Vrednost investicije oko 1.700.000 dinara. Očekujemo tu pomoć ministarstva da sa sufinansiranjem sa nama nam odobre ta sredstva i da tu ulicu uradimo. Opet da ponovim, puno je na asfaltiranih ulica, pogotovo u Bačkom Petrovom selu. Na nas deo samo početak radova na asfaltiranih ulica koji su zaista skupi, odnosno naš skromni budžet. 2014-re 115 millió dinár a közvállalat költségvetése. Ennek legnagyobb része azonban a folyamatos karbantartásra megy el.